A Tapszollát Dávid irodalomtörténésznek szól, aki Mésző Miklósról szóló monográfiájáért vehette át az író születésének 100. évfordulóján a Mészői díjat. Szkárosi Endre, a Mészői Társaság alelnöke azt mondta, olyan műlátott napvilágot ebben a kötetben, mely nem hagyott elvadatlan szálakat a szekszárdi születésű író életművének elemzésében. A Szollát Dávidnak a irodalomtörténeti tevékenységét és a Mészői körüli gondos munkásságát nyilván értékelt a Plakett Bizottság. Viszont van itt egy alig túlértékelhető tény, hogy megjelent egy olyan Mészői monográfia, termetes, jó vastag Mészői monográfia, Szollát Dávid 10 éves munkája, amely hát ésszerűen és logikusan a Mészői centenáriumra jelent meg, de tulajdonképpen egy olyan foglalata a mészői életműről felhalmozott, irodalomtörténeti, esztétikai, szaktörténészi tudásnak, amely egészen magisztrális mű. Szollát Dávid a díj átvétele kapcsán azt mondta, 26 évvel az előző monográfia megjelenése után a 100. évfordulóra Mészőinek dukált egy összefoglaló mű. Azt emeltem ki, hogy Mészői Miklósnak a prózai munkássága, a drámaírói munkássága, a versei, az esszéi, a fogadtatás története, az nagyon fontos, és hát kicsit túl is léptem talán a kereteket, mivel hogy elég sok olyan fejezet van, amelyben Mészőinek valamely munkáját összehasonlítom világirodalmi jeles szerzőkkel. A Szekszárdváros által alapított Mészői emlékplakettet ebben az esztendőben Ablonci Anna vehette át, aki Polc Alen Mészői Miklós feleségének életművét kutatta.